Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, én Róka vagyok, ez pedig a Goat Simulator MMO-ja! A mindenség legnagyobbika, a játékok játéka... Hát... Szóval az, amit elmondani nem tudok nektek... Minden... Egy helyen. Egy játékban, egy kecskében. Kecskében az erő, kecskében a mindenség. Jaj, hát nézzük is bele, mit kaptunk mi itt Goat Simulator néven. Úristen, hatkasz, tank, rugó, mágus, hunter, mikrohullámos ütő és... Nók lesz. Az is OP. Na, hát először is egy tankunk, csupa vérző, véres tüskével és hatalmas páncéllal és úristen, milyen mik ezek, pata, köröm, tüskéi vannak. Ah, hát csak körvét nézzétek, úrég. Sarkantyúja van, amivel szúr, de uff, ez biztos valami brutális kasz. Azt mondja, hogy hát elég hosszú szövege van mindnek, ezt mindenki megállíthatja és ajánlom, hogy fordítsátok le, mert agyhalál, nekem most itt nincs kellem végig fordítgatni. De azt mondja, hogy két képessége van. Ez Hunter? Nem, nekem a tank kell. Itt van, két képessége van, a Batslam és a Charge. Tehát, hogy van egy ilyen seg hátrarugása, és van egy charge-a emellé, ami pedig... hát gondolom egy előre való kitörés, dühöngés. Na, lenézzük meg a rú. Most mondjátok el... Mi ez az öltözés? Négy bakancsba, te jó Isten! De ennek is azt mondja, hogy két képessége van. Ó. Hát az első az a láthatatlanság, valamint a... Hát nem stun lock, végül is ez egy stun zárás magyarul. Tehát valamilyen stun törés. Nem tudom, hogy ez rá vonatkozik-e valakire, vagy hogy magára, de ez nagyon érdekes, de szerintem ő tud stunnolni. Érdekes elképzelés. Na nézzük! Mágus! Csokornyakkendőbe és otthoni papucsba. Hát ez hihetetlen. Fú, most nem tudom, mi ez a bó, de ennek valami kártyatrükk az egyik képessége, és valami tűzlövés, vagy valami ilyesmi. Hát ez nagyszerű. Ja igen, és akkor most jön a Hunter, aminek két képessége van, a Fish és a Fish. Az egyik ige, a másik meg főnév. Jó, én már lehet mondani, nem tudom, de... Akkor itt a Nók lesz. Nincs semmi különleges képessége. Az az egyetlen álma, hogy nagyszerű, legendás kecskévé váljon. Élet... hogy hívják? Árcsik. Mi a magyar neve? Hát a magyarul se tudok emellett, a játék mellett. Higgyétek el nekem, kész, beteg, hihetetlen, fúj, gusztustalan. És... azt mondja, hogy tehát, hogy életcélok, igen. Elmenni az űrbe, démonná válni, jetpackkel repülni, és a gótok királynőjévé válni. Hát ez vagy hát a kecskék királynőjévé válni, ez valami lenyűgöző. És akkor itt most következne az, hogy... Kicsiszett mikrohullámos ütő. Beépített lábbal.
Hát ez mi? Két képessége van, a pizza és a robbanás. Istenem. Na, én ezt az első videót most arra tenném föl, hogy... végignézem ezeket a gyönyörű szép klasszeket. Mi is, mivel? Kezdjük az elejével, kezdjünk egy tankkal. Mit is tud ez a tank? Wow, ez egy azonnali töltés volt. Gyönyörű. Hát ez mi ez a hullarakás itt? Hát ez mi? És itt hullalak a hullakecskék. Snowflake Corporation, de azt már nem sikerült oda zsúfolni a táblára. Na, hát láthatjátok, MMORPG-sen ott vannak alul a képességeink. Ja, Istenem. Van. Az az egyes. De jó Isten! Ez a bégetése volt. Ó, ez egy szóda. Hú, megnyaljuk a szódát. Ó! Hogyha egyes nyomok, akkor berakom az inventoriumba, és ugrok mellé egyet. Ez mi? Let's... ó, azt figyeljétek, a mana költség nulla, és smash-eled folyamatosan a képességeket. Vajon a charge, ami az R betű lesz, az is ilyen... na hát ez a tank aztán imba, ezt figyeljétek. Megállás nélkül folyamatosan elmegyek a világ végére is. Hát ez... ez nem semmi. Ez bizony nem semmi, gyerekek. Na. Van egy bal klik, amivel fejelni tudok. Valamint, hogyha nyomok egy jobb klikket és a hát... ja nem, a bal klikket és a hátra gombot nyomom. Nem, hátra gombot és bal klikket, így van. Akkor pedig hátra rúg. Azért olyan tüskékkel, ha eltalálna, én nem lennék boldog egy kecskétől. Jó ég. Na és akkor megvan az alapból ismert nyalás. Bármit, ami olyan meg lehet nyalni. Hi, Greta. Ezek a ragnol effektek. Júj. Így van. Kezdjük is el a játékot. Olvassam ez, nem tudom fordítani, mert túl gyorsan írja, de hát ez... úristen, ti szépen el tudjátok olvasni és lefordítani, ez hihetet... sötét erdő. Hát mi van itt? Ez mi? Ja, ez valami darab, amit szétvertem. Jaj. Ó, és egy áthatolhatatlan fal. Vajon ki lehet? Mi az anyám? Wow. Azt figyelitek? Itt bejutottam valami. Ó, te jó Isten, mi ez? Mi ez? De mondjátok, hogy egy labirintusba jöttem. Good burn. Szia. Én most itt eltévedtem? Ez komoly? Nézzük, ki tudok egy charge-olni valahonnan. Nyomogatom a charge-ot és megy ahova megy. Na, ez egy jó módszer a labirintusból. Egy aranykecske! Hát ide be kellett jönni. Ennek ez volt a lényege. Ide bizony be kell jönni. Vajon lőnek az utcán, vagy tűzijátékoznak? No! Az aztán XP volt! És ez itt?
mi történt itt? Ja, Istenem. Hogy jutok én innen ki? Na jó, legyen ennyi elég a tankból. Megnézem, hogy tudok-e másik kasztot csinálni. Aztán visszajövök. Ez hihetetlen. Jó, szóval itt is lennék a második kecskénél. Ez pedig a Rouge lesz. És majd elfelejtettem, a patch-el együtt érkezett egy kiírás, amit szeretnék nektek egy kicsit itt prezentálni. Szóval, a napokban kijött egy bizonyos játék, ami elérte a 100-as szintet most már, vagyis hát egy elérhetővé vált benne a 100-as szint és egy új hely, vagy kontinens, vagy minek nevezzem. Ennek örömére a Goat Simulatorból is megjelent az MMO. Az RPG-s rész sajnos egy kicsit hiányzik a végéről, de az is bőven elég, amit kaptunk. Szóval, azt mondja, level cap is 101. One level higher than you know what. Azt mondja, hogy egy szinttel több, mint... Most balkacsintás, mint tudjátok melyik játék. Mint az a bizonyos, egy szinttel több, mint az a bizonyos játék. nincs benne tonnányi content, de ne utáld, mert király. Maradj és hallgass meg Dumbledore a szürkét in Twistrem. Istenem, Harry Potter gyerekek, Harry Potter. Teljesíts milliónyi questet, fejlődj 100-szor és játsz 5 különböző klaszt, tonnányi tartalommal, és mindannyian elmentünk főiskolára, szóval nem voltunk túl elfoglaltak kifesteni a dolgokat, ha jól értelmezem. Jó, okés. Ezért a mondatfordításra most éppen ne lincseljetek meg, de... Aztán... Frakcióharcok a kecskék és a birkák között. Azok a bizonyos szövetséges birkák. Az MMO szimuláció olyan jó, hogy nem fogod elhinni, hogy ez nem valóságos. És vannak benne elfek és törpök, mint ebben a bizonyos filmben. Úramisten! Jó, na, szóval, akkor prezentálom a második kecskét. Szóval itt is lennénk a nagyszerű, zseniális rúdzsunkkal. Hát, vagyis hát, hogy ez ilyen bérgyilkos. Fú, te jó Isten, ez mi volt? És, hát nézzük meg a képességét, akkor gyorsan ennek is. Van először is egy láthatatlanság, ami az egyes billentyű, ami ugyanaz, mint a bégetés. Így lehet jól láthatatlannak lenni. Láthatatlannak... Ez az! Igen, ez a biztos jel arra, hogy egy rúdzs mögéd fog lopakodni, és el fog pusztítani konkrétan. Na, mik vannak még itt? Van valami erje, az valami stun, ez csak egy előre döfés? Hogy ez valamit tud is. Jaj! Hát egy jól ismer... Nem tudom.
tudok ezen a játékon nem sírva röhögni. Ez egyszerűen elképesztő. Ezek a srácok, ezek nem százasok. Az biztos, hogy van szabad idejük. Na, hát az erre valamilyen stunnalás félét tudunk végrehajtani. Valamint egy sima ütésünk is van ugyanígy. Tehát ez a stunlock. Szépen oda megyek, oda somfordálok, és lestunnalom. Király. Nagyszerű. Hát ez egy elképesztően jó kis kasznak tűnik. Küldetés? Nincs. Nem küldizünk? Nem? Te kifekszel. Jó, én értem. Ja igen, és amit még észrevettem, amit még egyszerűen nem tudok kihagyni ebből, hogy szinte bármit csinálsz, kapod az XP-t. Tehát, hogy ami most ez az, ragdoll effekt megvan, így van, esélye. Most oda megyek ehhez a kecskéhez. Nem? De, még ettől is kapom az XP-t, ez az. Szóval 100-es szint elérése, idejövök, és elkezdem stunnolni folyamatosan ezt a másik kecskét. Dire Wolf! Az a neve, hogy Dire Wolf! Ó, szia kecske, ezzel szállt, yes! You are one of a kind. Te egy vagy a fajtából. Jó, így van, király. És itt kezdődik ez a labirintus. Na ide még egyszer nem megyek be, az előző kasztommal se jutottam ki onnan. Valamint ugyanígy van egy nyalása. Most megnyaltam ezt a másik kecskét. Ez király. Közben ez a tökéletes középkori zene, hihetetlen. És akkor egyessel pedig el tudom rakni az inventorimba. Azaz, elraktam a másik kecskét az inventorimba. Király. És ki tudom fosni is onnan. Nagyszerű. Láthatatlan kecskéket fosó kecske. Na? Na? Tudtok ennél jobbat mondani? Ó, itt egy igazi harcos. Hát mindjárt leharcolom én az arcát itt, te. Hogy kell megnyalni? Megnyolom a tökeit. Nem tudom megnyalni a tökeit. Valaki mondja meg, hogy nyalom meg a tökeit ennek a csávónak. Az mi volt? Az mi volt? Na, amúgy láthatjuk, hogy a játéknak egy elég szép mapje van. Egy elég szép méretes, úgyhogy majd azt is be akarom járni. Most egyelőre... Zombie Killer 995. Őt el fogom pusztítani. Őt nagyon el fogom pusztítani. Ha még egyszer eljön itt, így van, nem fogom elpusztítani. Nem pusztítom el a Zombie Killer 995-öt, pedig itt van. És ráférne egy elpusztítás. Nem tudom elpusztítani. Gyenge vagyok, kicsi kecske vagyok hozzá képest. Mi? Midnight Street. Midnight Cinder. Stone Hunter. Kővadász, jó Isten. Jaj. Alex Dimitrov, a Santa nőnek kinéző, ez a segvakarós, és most már nagyon bokorba belehalós gárdunk, biztos, hogy megvédi a kezdőhelyet az ilyen elmebeteg kecskéktől, mint mik vagyunk, ahogy van, király, hordónk is van, na, én a hordómat akar, meg tudom nyalni a hordót, mivel kell nyalni, mindig elfelejtem, így van, megnyalom és erzaz, elraktam egy hordót. Enyém a hordom, kész, elloptam. De gyerekek, mindent, akár az asztalt is el lehet lopni. Sőt, ezek valami tekercsek. Áj. Ez az, kifostam a hordót, túl nagy volt sajnos, nem fért el a gyomromba. Jó, legyen elég ennyi a rúcsból. Nagyon jó kis kasznak tűnik, de most egyelőre, akkor nézzük meg a többit. Na szóval itt is lennénk, akkor nézzük meg a harmadik és egyben általam legjobban várt kasztot, az pedig, hát a... Magician. Nem Mage, Magician. Tehát bűvész. Na, ez kártya trükköt tud, és mint a bólra rájöttem, tűz üvöltés a második fő képessége, úgyhogy úristen, ezt meg kell nézni. Na. De szexi ruhában van. Ez igazán uri birka.
Kecske, akarom mondani, kecske. A birkákat el fogjuk pusztítani, így van. Na, az, hogy egy egyesre... Wow, milyen kártyatrükköket tudunk, ez hihetetlen! Biztos atom nagyot sebez. Jó. Amint van egy R-ünk, ami pedig... Tűzköpet, Getty! Mondom én ezt, hogy ez valami köpet. Júj! Hova sebez ez? Oh, ezt is lehet ám smash-elni. Sőt, még Ragnolba is tolja. Na, akkor mink... Ez repül, geci! Nem repül, csak hatalmasat ugrik. De akkor is, ez mi a halál? Repülő mágus kecske! Kártyatrükkel a levegőbe! Visítós kártyatrükk! Hát ez hihetetlen! Na most azért beszarnál, amikor feléd repül egy kecske és kártyatrükköket mutat, miközben tüzet köp. És mellé a Goat Simulator jellegzetes, tipikus, ismerős, kedvenc zenéjét is hallhatjuk fölcsengdülni néha. Ja Istenem, ez elmebeteg. Ugyanúgy tud hátrafele rúgni, így van. Így, meg így. Nagyszerű. Na, hát... De a kezdőhelyből már éppen eleget láttunk, úgyhogy suhanjunk tovább a... Hát én ezt... El sem tudom mondani, hogy hova meg mit lehet itt csinálni, de... Nézzük tovább, hogy mit is lehet itt csinálni. Azért a környezetre azt kell mondanom, hogy szép. Tehát egy... Beteg, de... Az egy vulkán ott fölül. Az bizony a létezésünkért is kapjuk az XP-t, meg az achievementeket. Nagyszerű. Ezért bőven hálásak lehetünk, hogy az achievement listánk igen szépen gyarapodik. Jaj, Isten. És itt egy küldetés, itt egy csávó. Úristen! Beleragadt egy nagy adag szarba! Azt nem mondod komolyan. Beleragadta a kulába és... Ebből kellett-e? Így van. Mély szar. Ez az. Ez az igazi küldetésné. Mély szar! Burger Goat! Feloldottam a Burger Goatot. Na, gyereke! És teljesítettem egy küldetést. Meg tudom itt a szart még durni. Igazi szarkeverő lettem. Király. Már elnézést a durva kifejezésért, de hát ez... Ez mi más, ha nem szar? Hát shit! Hát shit happens! Ne sírjál, menjél innen, ne! Hát... Így van, cső. Ezt elrúgtuk a... Őt megszabadítottuk a szarfogságból. Szar lehet. Na, hát... Ennél több szaros point nem tudok, bocsánat. Azt mondja, következő küldetés... Nem mondod. Igen, mondjad már. Apple lesz anyád. Most mi a faszom, hogy... Na, szóval ne vigyük túlzásba. Szóval mit kell csinálni ezzel a... Alma. Robbanó alma, így van. Minden felrobban az almától. Viszont aranykecske! Létrázó kecske, és utána... Hát ez nem az aranykecske, de az ott egy aranykecske. Megvan a második aranykecske, gyerekek! Haladunk, már 20-ból 2, 10%-nál tartunk. Ez már valami? Ez meg egy... Ellelőttem egy almával egy egész... Mi vagy te? Nem tudom, de elraklak az inventorimbe. Így van. Ez az kártyát haigálok, miközben... Hát az ott mi az anyá? Az ott mi? Hát itt nagyon veszélyes... Két lábon járó, közlekedő, kombánykezű... Úramisten, ez mi? Ő is kártyákat dobál, én is dobálok neki kártyákat. Így van. Király. A szalmabálát is elrakom az inventory. Ne nyaljatok meg szalmabálát, soha! Ne!
Hát a szalmabálát nyalni rossz! Úristen! De van úgy küldeték. Ó, oh, az milyen kecske! Hát az a kecske nekem kő! A kecske, gyere vissza! A kecske! A paci kecske! Ne fusse! Ez elment. Honnan jöttem egyáltalán? Aha. Oly, de király vagyok. Kinyaltam a kocsijának a kerekét. Így van. Ó, oh, és itt van megint a kecs... Hú, a paci kecske! Berepülöm én a paci kecskét, így van, megnyaljuk, meg fogom nyalni, meg fog... Ne ragnolj! A paci kecskét akarom! Ne! El fogom kapni, meg fogom nyalni azt a kecskét. Úgy kinyalom, de úgy, ez meg belefutott a vízbe. Hát ez mi a... Ez mi az anyámat csinál? Hát ez... Ó, repülő ragnol kecskénk is van. Ez az... Hát én erre a játékra nem tudok mit mondani, gyerekek. Nem. Nincsenek lesz szavak, amivel... körbe tudnám írni azt, hogy mi történik itt. Még egy! Aj, mindig lecsúszok róla! Meg lesz! Ez az, megnyaltam és nem tudom elrakni az inventorimba. De megnyaltam. Megvolt a gódzene, így van. Hát ez a környezet, gyerekek. Igazából az MMO eddig abban merült ki számomra, amit láttam, hogy... van egy chatünk. Képességeink. Benyalok itt pár birkát. Ezek kosok. Így van. El akarom rakni az inventorimba. Így van. Elraktam az inventorimba egy másik kecskét. Király. Vagy ezeket megölni kellett volna amúgy? Wow. Kártyatrükkel? Oh! Ezek is ütnek ám. Na hát akkor srácok, itt az ideje, hogy megtapasztaljátok, milyen egy tűzhányó kecske. Ne! Pusztítás van! Csak télozni nem lehet veled, ez a senkit nem érdekel. Pusztulj, kecske! Birka, akármi. Mindent elpusztítunk, kész. Én ezekből a növényekből egy bizonyos herbalist foglalkozásra... Hoppá! Már megint levelebb. Nagyszerű. Jaj. Le foglak lőni, te kecske! Birka. Kecskén birka. Birkán kecske. Úgy van. Hú! Bizony itt más is. De most elpusztít. Jött az őr segíteni, úgy látom. Király. És hogyha megpróbálkozunk egy ütve pörgő farokrugással. Na. Hú, van valami, amit meg lehet ütve pörögve farokrugni. Ez az. Meg lesz. De megöltük. Elpusztítottuk az ánuszát. Vagyis az ánuszunkkal. Meg az övét is. Ez... Ó, megint paci. Ezt nem lehet benyalni. Na? Ez az, megjavítottuk a kocsit. Csak egy kicsit... Nem baj, eltávolítottuk belőle a faágat, amivel nem tudott tovább menni. Bőven elég. Te is ide laggoltál? Jó. Egy insta. Egy igazi insta. Isengard. Hát mi ez a vasudvard? Ja, hát jó, Gandalf, már beszélnem kell, ezt tudom. Ez igaz. Na de gyerekek, nem is szaporítanám tovább a szót a mágussal. Úgyhogy... hátra van még... két kaszt legalább. Van egy igazi hunterünk, egy igazi vérbeli hunter. Egy igazi olyan tóparton ülős, botot lógatós hunter. Úgyhogy következzen, hunter. Aki pedig gumicsizmájával, halaival és gyönyörű szép halássapkájával
próbál meg minket lenyűgözni és elvarázsolni, és bevezetni a halak és a halak világába, ugyebár. Ez... Oh! Mi az az F? Úristen! Wow! Na, nézzük, mik a képességeink. Ez az, tudunk fishelni. Fish. Ah! Oh! Én itt halhegyet akarok csinálni. Na gyerekek, ez az aranytojást akarom mondani, halat, tojó, kecske. A legkirályabb dolog a világon, amivel eddig találkoztam. Na, menj innen. És... azaz! Ó, barul. Ha megnyalom, akkor fogadjunk, hogy az izével fúj. Nem, sajnos nyelve van. Azt hittem, hogy ráakaszkodik legalább az izével. Á, bár, ez az igazi jó kis nyalás. Megnéz az inventory-t. Á, sajnos az inventory-m az ürül, amikor új kasztot kezdek, de a bal felső sarokban láthatjátok, hogy már level 7-es szintű kecskemester vagyok. És elképesztően jól tudok vele mindent csinálni. Na nézzük, mink van még az R. Ó, ez egy elképesztően undorító és bugos effekttel halat lógat. De elénk. És bármi! Wow! Wow! Gyerekek! Láttatok már ilyen effektív fegyvert, mint ez a Hunter! Úristen! Ezzel tudok támadni is? Ja, itt a berögött a gerkén. Hát ez... ez... én úgy érzem, hogy örök hálám örökké üldözni fog titeket Coffestain Studios, hogy megcsináltátok nekünk ezt a játékot. Ez minden idők valószínűleg legmonumentálisabb és... wow! Így van. Ennyi. Kész. Elpusztítottuk. Annyi volt. Hú, de szét tud esni ez a cucc. Nagyon király effekt. Nagyon... a játékom alapjáraton egészen szép, egészen jó, csak ez egy szimulátor és nem egy játék, szóval ne nevezzétek játéknak. Ezzel is tudunk valószínűleg ugyanúgy hátrafele rúgni. Ez az egyik legpowerfulabb effekt, vagyis hogy képesség, skill a játékban. Valamint ő itt... Zombie Creeper. Ne, egy igazi Creeper. Itt egy küldetés. De a gumicsizmám mindentől megvéd engem, úgyhogy semmi bajom nem lehet itt a vízben. Ragdoll effekt közben is nagyon szépen tudok kacsázni a vízen. Király. Igen. Lekockázták. Bocsi, hogy félbeszakítottalak. Not the bees. Jó. Amúgy nagyon effektív lenne, hogyha el is olvastam, hogy mik a küldetések, de most így... éppen a... jójózó kecskével vagyok elfoglalva, akit fölolgattam a botomra. De ha minden igaz, én ezt... hát tőle sajnos meg kellett szabadulnunk. De magammal tudom vinni őt esetleg. Így van. Innentől ő lesz a fő fegyverünk. Nagyon szép zsák van a fejeden, úgyhogy valószínűleg valami jót követtél el. Amit mi meghálálunk azzal, hogy... enyhén szóval bekúrunk a... nem, kimászik. Sajnos kimászik. Miért mászol ki, he? Krét. Ez izgalmasan hangzik számomra. És tudom ütögetni is közben a fejemmel. Elképesztően skillful. Overpower. És hogy kerültem fel a tetőre? Nem baj, fel vagyunk a tetőn és... füstölt kecske. Mi lesz ma vacsira? Füstölt kecske. Dobozza. Júj. Életem legjobb játéka. Nézzétek, hogy farmolom az XP-t.
ahogy elképesztő skilljeimmel legyűröm ezt a kegyetlen ellenfelet, aki nem akar elengedni, vagy én nem akarom elengedni? Friss gyümölcs, friss gyümölcs, Hát szeresem a friss gyümölcsöt, A friss gyümölcs már nem szeret engem. Hát bocs doboz, sajnos meg kell tőled szabadulnom. Fajobb. Ez az, innentől kezdve egy gyümölcsáros butikja lesz a fő fegyverünk, és bárkit le fogunk vele győzni. Elpusztítjuk vele a világot. Kiírtjuk az emberiséget, akarom mondani, a sípeke, a... ezek mik? Ezek dodók! Ezek dodók a... Gyerekek! Egy kis jégkorszakot valakinek. Jégkorszak csomagolva, dodókacsa. Na? Így van. Dodó. Ez az. Azért ez egy eléggé OP CC effekt, amikor elkap valakit egy Hunter. Tehát most... mik ezek a... És igen... Messiás módján hallal szegélyezem az utamat. Egészen addig a nagy forgó... Tudok ezzel támadni? Nem tudok vele támadni. Sajnos ennek a karakternek igazából a két fő képessége ez a nagyon-nagyon OP stun. Valamint... Jej! Ez elment! Nem sikerült letarolni a dodókat, mert odaraktam szerencsétlen gyümölcsárusnak a pultját. Hát ez felettébb sajnálatos. Bizony. Az aztán a dodó effekt a botom végén. Én bizony. Megszabadulok a dodótól. És megpróbálok fogni magamnak. Gyerekek! Megfogtuk az Isten lábát, ez bizony a ló. Megfogtam a lovat. Hova kerültünk? Jó, hova kerültünk? Azt figyeltétek? Ahogy futok a falon. Így van. Futok mindjárt a falon, csak... Valamiért most nem akar sikerülni. Viszont itt valami... világvége effektus van, mert nem tudok kijutni. Hát a Hunterrel még viszont a lovat még a Hunterrel se lehet levadászni. Ez az, meg lesz! Megvan! Falon futó kecske! Így van! Ez meg lesz! Nem tudok innen kijutni. Hát akkor szerencsétlen Hunterömet itt kell, hogy hagyjam. Ennyi egy fejlámpa jól jönne. Vagy bármi, ami... Anyám kínja, ez mi itt? Jó. Hát akkor következő kasztunk következik, ami pedig... A mikrohullámú sütő. Aki pedig nem is akármilyen kiszerelésben, hanem két gyönyörű szép kecses... karcsú fehér lábbal az alján érkezik a számunkra. És... mik a képességeik? A pizza és a robbanás. Nézzük meg, mi ez a... Van quest logunk jobb alul. Ezt nem is figyeltem eddig. Egyszerű, viszont... Ez nem valami túl... Jó. Van itt sebesség. Így van, ez minden idők legepikusabb támadás effektusa, amikor a mikrosütővel bárkit lealázhatunk. És azt mondja, hogy van pizza. Nem? Ez a Ragnar effekt? Ez az! Pizza! Király! Nem lehet sajnos charge-olni. Viszont ezek a pizzák eléggé gyilkos módon repkednek itt szanaszét.
azt mondja, hogy csináljunk meg egy küldetés, valamit. Szóval szedjünk össze 5 darab almát. Azt szerintem itt az almás csábó adta nekünk még annó. Egyébként egy dolgot így nagyon is, és hát én úgy érzek, hogy ezt meg kéne nyolni. Ó, alma! Megvan az alma, így van! Gyűjtsünk almát! Itt van! Minden egyes alma helyébe adok egy pizzát, na? Felüzlet? Így van, tessék pizza! Ma majdnem megvolt. Azaz, megvan az öt. És... kaptam érte egy almát? Ez az! Meg összeszedtem neki 5 almát és cserébe kaptam egy almát, gyerekek! Hát a legkirályabb dolog a világon, a legferebb üzletek ferebbike. Üssük már le, üssük le ezt a izét. Ezt... dat mikrohullámú sütő. Bocs szegény, te is áldozatául estél a mikrohullámú sütő elmebeteg őrjöggésének. Ez az én házam. Ez az én házam. Király. Ez a legjobb dolog a világon, van saját házam. Ezt elrakjuk magunkkal, ez biztos jó lesz. Cserébe hagyok itt pizzát magamnak, következőre is. Nagy véletlen elfogyjon a kifogyhatatlan pizza készletem. Ó, az egy küldetés. Jaj, de kocka. Paintings Adventure, igen. Find the... Dirge. Az hol lehet? Nem tudom, hol áll a Dirge. De valahol elméletben nekem még... ha jól látom, ott lenne ez a bizonyos dolog. Jaj, a mikrohullámú sütő a vízben. Így van, a csávó kem szunyálni hegyet munka közben, úgyhogy bizony most ezt itt megakadályozzuk is. Nézd meg, ilyen rosszul végzi a munkáját, hogy... Ne magyarázzál már itt nekem, ember! Te is érsz az. Vagy ezt meg lehet nyolni? Meg akarom nyolni. Nem tudom megnyolni ezt a... Szállj már innen! Jó. Bihez, még egy kell. Így van. Nagyszerű, teljesítettünk egy újabb, epikus küldetést, hogy jobbá tegyük ezt a világot. Igen, ő a csávó, akit lekockáztak, vagyis hát, hogy lenerdeztek. Azért azt kell mondjam, hogy a játék környezete viszont eléggé szép. Mindig szokott lenni egy barlang a izé mögött. A vízesések mögött. Most nincs, de viszont cserébe tudok futni a falon. Király, jó. Nem akartam tudni inkább. Nem akartam tudni. Micsoda sebességet kaptunk. Hát gyerekek, én ezt a játékot csak ajánlani tudom nektek. 10 euróért biztos, hogy az év eddig legjobb játéka, amit lehet kapni. Ez aztán utazási rendszer. Ez bizony, ez... ott van valami torony. Oda még el kéne nézni. Questeljetek, nyaljatok meg mindent, mindent, amit csak lehet. Például ezt a kék cuccot. Rich dude! Nem mondjátok, hogy pénzt szór a torony tetejéről! Ez a legkirály. Servant. Ennek biztos nem fog tetszeni, hogy ott a... Valahogy le kell nyolni onnan a csávót. Amit pedig már úgy érzem, hogy sikerülni is fog számunkra. Ezeken az ugráló gombákon keresztül. Na nézzük. Célozzuk be a tornyot. Így van, a leglehetetlenebb szögből.
És... Ó! Hát öreg! Ennyi! Ennyi vagy! Levadászlak innen a torony tetejéről! Riz dude! Ah, hát én szétütöm ezt a nagyon gazdag tornyodat, hát nézd már! Hát mibe vagy te? Leesett csóka? Hova lehet? Miért nem tudom azokat a köveket is szétütni? Aj! Hol vagy? Kinyallak én mindjárt innen, de úgy kinyallak! Persze ezt egy mikrohullámú sütőszájából hallani, biztos, hogy nagyon bizarr. Na, meg lesz! De fussá! Hé, hülye gyere! Hát hova futsz? Vissza a robok alá, mi? Másszál már ki onnan, ember! Jaj! Hoppá! Azt hiszem volt itt egy aranykecske. Ez bizony egy aranykecske. Azt vágjátok, hogy az egész tornyot tolom arrébb. Így van. Ugye kihámozom innen a csávót. Jaj. Á, level up. Miért nem tudom kinyalni? Ki akarom nyalni ezt a csávót? Hát ez nem fog sikerülni valamiért, most úgy érzem. Fut. Szórja a pénzt tovább. Hát öreg, ezt benézted, bizony ezt nagyon benézted. Én most innen úgy kinyallak, de úgy. Az én mikrohullámú kecskémmel. Hol volt ez a másik? Á, megvan. Ez az... És elhoztuk neki a gazdag csávót. Így van. Most együtt fognak szúnyálni. Király. Na, hát akkor... Ha már meglennénk ezzel a küldetéssel is, akkor... Zárásképpen én egy dolgot még szeretnék megnézni. Jaj, a falon futó mikrohullámú kecskénkkel mindjárt itten... Végrehajtjuk ezt a manővert. Na te paci, most megdöge... Nem, én degedögök meg. Ó, ott van egy szép kis híd. Amúgy felfedezni való, és igen, érdekes világa van a játéknak. Tehát, hogy... Az biztos, hogy unatkozni itt aztán nem lehet. Na, fussál már, öreg! Enni, tohonyán, blomháb, mikrohullámú sütőt én még életemben nem láttam. Úton útfélem megáll mindenkinek. És megnézzük azt az epikus instát, amire már küldetést is kaptunk egyszer. Igen, tovább szeretnék menni a következő helyre. Ami pedig... Na, ki tudja? Így van, egy gyönyörű szép középkori város. Ahol újabb őröket tudok megnyalni. A legkirályabb dolog, királyság. Haha, nincsen életem. Gyerekek, na. Próbáljátok csak meg megölni, halhatatlan. Mikrohullámú kecske vagyok. Sze, még hogy rámondjátok azt, hogy fogalomzavarban szenvedek. Ki kéne valami innen szedni ezt a csávót? Így van, cső. Szívesen. Máskor is, bármikor megteszem, érted? Ja, hogy beragadt a kezed. Egy gyökér vagy, húd már ki. Nem igaz, hogy nem tudod elengedni azt az átok. Így van. Na. Fölkelnél, légy szíves? Nem, nem a padot akartam megnyalni, hanem a csávót akartam onnan kinyalni. Add már meg a questet, tehát megmentettelek, ember. Jaj, hát kiszakad a kábelem a lábaim között, hát gyere már, mozdulj meg. Aj, itt buggol. Jó, oké. Okay. Oké, kimentettem, így van. Megcsináltam a küldetést.
Minden idő legjobb mikrohullámú kecskéje vagyok. Ezt már el is könyveltem magamban. De mondjátok, hogy nincs szépen megcsinálni. Ezek most miért? Miért bántotok? Amúgy nekem egy kicsit ismerős ez a struktúrája a várnak, nem? Esetleg Stormwindhez nincsen semmi köze, mármint ennek az oldalsó résznek nem, de... Az a bizonyos játék lehet, hogy... Kecskeharc lesz! Amit viszont már másik kaszttal fogok megmutatni nektek, mert... Sajnos leállt a videó. És nem vette fel, ahogy legyőzöm ezt az epikus nagy pókot. Gyere! Gyere ide! Hogy kitolja a fal. Na gyere ide! Fú, mekkora nagy dög. Ez ilyen arachnofóbiásoknak... Nem biztos, hogy... meggyulladtam a fenébe. Nagyszerű. Na. Hát akkor... Ez lett volna a Goat Simulator. És... Na. És ezt hol is találom? Na, viszont tényleg még találtam még egy kis apróságot, amit itt megpróbálok gyorsan megmutatni nektek. Az pedig... Hát... Azt kell mondjam, hogy tehát erre már szavakat nem találok konkrétan. És... Igazából eljött az az idő, hogy a Goat Simulator megéri azt a pénzt lassan. Sőt, hogyha ezt a vonalat még fejlesztenék tovább is, eljutna végül is a játék oda, hogy egy masszív nagy MMO világot adnának nekünk a kezünkbe. Hát akkor biztos, hogy a legjobb játék $10. Tehát, hogy... Na, miért álltál meg? Így van. A legutolsó jelenet pedig, amivel szeretnék zárni, az egyik legszebb dolog itt a játékban. Így van. Ez pedig az elfeknek a területe. És itt lenne ez a gyönyörűség, amit megpróbálok innen kinyalni. Hát itt láthatjátok oldalt vannak hasonló questjeim, például nyaj meg 10 000 fát. Valamint itt van ez a... cucc. Amit jó lenne innen kinyalni, de nem tudom innen kinyalni. Áj, miért nem tudjuk ezt innen kinyalni, gyerekek? Valami új quest? Kiszedtem, gyerekek! Micsoda sebzésem lesz ettől! Azt a jó ég! Na, szóval ebben a világban is találunk hasonló item gyűjtéseket, mint az alap kis Goat Simulatorban. Valamint itt van még valami érdekes dolog, ami... nem tudok kiugrani sajnos. Na, hát akkor még egyszer köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ér. Oka voltam, ez pedig a Kecske Szimulátor MMO-ja volt. És döfjetek le mindenkit a karddal a fejedeken. Meg nyaljatok ki mindenkit. Vagy meg akarom mondani. Szóval, sziasztok!